You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it starve. And now you wanna see me fall. From a golden mile, I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. Este az nem kedvezett nekünk, nem annyira láttam. Az utolsó három gyorságin, a negyediket az egész jól lejöttünk, ott kialakult. Hát mi meg volt előnyünk a két kör után, azt sajnos elveszítettük, úgyhogy holnap küzdős lesz, de mindenféleképpen támadunk. A Velencei Ádámékkal, Balog Janival, meg a Kislackóval nagyon együtt vagyunk, 13 belül vagyunk, így négyen. Úgyhogy az egy nem egy elérhetetlen történet, a délelőtti körökből kiindulva be is tudom húzni őket szerintem. Van még 8 gyorsági, ha kettőket hozok, akkor még oda tudok érni az 5. helyre. Úgyhogy mindenféleképpen ez lesz a cél holnap. Ha nem lett volna sötétben ez a baki nekünk, akkor nem kellett volna holnap annyira rohanni, de így oda kell tenni holnap magunkat rendesen.
0-8-ra volt a Jani, meg az Ádámon is hoztunk 8-9 másodpercet itt a nap folyamán. Úgyhogy jó lett volna az irány, de az utolsó gyorsasági nem annyira sikerült. Ott behibáztunk egy kanyart, ami után tempós rész lett, és ott sokat buktunk. Úgyhogy hát ez van. Végül is 7. hely, nem olyan rossz szezon első versenye. Az autó egybe, karcmentes, úgyhogy ennek szerintem örülni kell. Azt gondolom, hogy betettük a lábunkat most egy bizonyos körbe, hogy itt azért többször tudtunk 5-ön belül menni, vagy 4-en belül menni, második idők is voltak 2-szer is, úgyhogy így most már a többiek is szerintem számolni fognak velünk. Én remélem, hogy Miskolcon hasonlóan, vagy még jobban fogunk teljesíteni. A tegnap esti sötét gyorsakért kár, ott veszítettünk egy 15 másodpercet, ha az nincsen, akkor pódiumon vagyunk. Megpróbáljuk orvosolni ezt Miskolcon.